2017 óta először lesz újra MB2-es labdarúgó mérkőzés Kozármislenyben. Tóth László együttese a Tisza Kécske csapatát fogadja a Merkantil Bank Liga második fordulójában. Mivel folyamatban van az edzőpálya építése, és amíg az nem készül el, mindössze egy füves nagypálya áll csak rendelkezésre, a Szederkényesével a közelmúltban kötött együttműködésnek köszönhetően a közeli település pályáján is vezényel edzéseket a felnőtt gárdának a szakmai stáb. A tavalyi bajnokcsapat egyik alapembere Vajda Roland, aki egyszer már a Szentlőrinccel feljutott a másodosztályba, nagyon várja az első hazai MB2-es találkozót. Nagyon sok mindenben más, más a tempó, a képzettebb játékosok vannak az ellenfélben, szóval nehéz lesz, de szerintem meg fogjuk tudni oldani. Majd jól sikerült a nyári átközeles időszak, jó játékosok érkeztek a csapathoz, és be is tudtak már illeszkedni, azt gondolom, hogy rendben leszünk. Azt gondolom, hogy játékban már egész jól helytáltunk, az edzőmeccsek alapján is, és az első bajnoki alapján is. Már csak a kapu előtt kell pontosítani, helyzeteket berúgni, és akkor jönni fognak a pontok is. Kirtner Krisztián a 2016-17-es szezonban már szerepelt az MB2-es Kozármislenyben. Két éve érkezett vissza a vasárnapi ellen fél a Tisza Kécske csapatától. Tavaly 21 gólig jutott. A labdarúgó eddig 146 bajnoki mérkőzésen lépett pályára mislenyi színekben, és 54 gólig jutott, ezzel feljött a góllövő listán a második helyre. Nagyon-nagyon várjuk, én is, erre készültünk. Tavaly ezért küzdöttünk egész évben, és reméljük, hogy eredményes lesz. Teljesen más, tehát azért a Ziromtól elkezdve minden a párharcokig, minden sokkal keményebb, de bízom benne, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani. Én személy szerint mondtam a Márkéknak is, hogy szerintem nagyon jól igazoltunk, ez majd persze később kiderül, nagyon jó játékot játszunk, én szerintem. Bízom benne, hogy ez eredményes is lesz előbb-utóbb. A HR Rend Kozármislenny Tisza Kécskei LC MB2-es labdarúgó mérkőzés augusztus 7-én vasárnap 19 órakor kezdődik a Kozármislenyi stadionban.